Marihuána, az ördögi növény, a fiatalság megrontója, a jó gyerekek rosszak lesznek tőle. Közel 100 éven keresztül így jellemezték a füvet. Régóta úgy tartják, hogy pokoli füstje erőszakos elmebeteg viselkedést okoz. Sok tudós mégis úgy véli, hogy viszonylag ártalmatlan. A világ nagy részén ennek ellenére ma is illegális és megvetett szer. A marihuána sohasem volt még annyira erős és értékes, mint napjainkban. A törvény küzd ellene. Virágzanak a cannabis klubok. És megszállott termesztők folyamatosan tökéletesítik a nevelését. Szívják le mélyen. Ez nem apáink marihuánája. A legjövedelmezőbb haszonnövény a marihuána. Tegyük fel, hogy valaki odalép önhöz, és kavics-szerű magokat szór a kezébe, majd azt mondja: ültesd el, és ami kinő belőle, abból kötelet, ruhát és papírt készíthetsz. Valamint enyhíti a fájdalmat és elbódít. Mit válaszolna? Megtartaná vagy eldobná a magokat? A marihuána pont ilyen növény. És semmihez nem hasonlítható. Tudományos neve Cannabis sativa, de mi inkább kender, fű, mariska vagy ganja néven ismerjük. Bódító hatása miatt illegális, lealacsonyított, de sokak által áhított növény. Becslések szerint világszerte 200 millióan szívják. Csak Amerikában évente 2 millióan próbálják ki, vagyis a marihuána a legtöbbek által használt tiltott szer a világon. Pedig mindenhol ott van. A termesztők, a csempészek és a terjesztők bármire képesek, hogy árujukat eljuttassák a vevőkhöz. Most pedig már Amerikán belül is termesztik, az erdők mélyén, a világtól eldugott helyeken. 2 gyanúsított járt kint a vadonban. A marihuánát illegálisan állami területen termeszteni Kaliforniában mi ez, ha nem a válság jele? Minden kiszálláskor egyre többet találunk, mint az előző alkalommal. Ron Pugh 29 éve próbálja betartatni az amerikai erdészeti törvényeket. Az erdészeti hatóságok embereként ez a legveszélyesebb a munkánkban. Az illegális ültetvényeket fegyveres emberek őrzik. Épp ezért a nemzeti parkok és állami területek bizonyos részeire a hatóságnak és a hétköznapi embereknek is veszélyes lehet belépni. A művelet az amerikai erdészeti szolgálat és egyéb hatóságok közreműködésével zajlik. Legfőbb célja az illegális marihuána ültetvények felkutatása és felszámolása. Az elmúlt 2 évben csupán Kalifornia államban 700-szor csaptak le. A hegygerinc túloldalán lesz. 10 óránál. 10 óránál, értettem. Ha egyenesen lenézel a fák közé, látod azt a barna felületet? Igen. Az a kert. Látod az elszáradt fákat a földön? Igen, tisztán. És látod alattunk a vizet? Igen, látom. Az a másik kert. Úgy van. Ne időzzünk itt túl sokáig. Jól van, húzzunk innen. Rendben. Indulás. A csapatnak most meg kell terveznie, hogyan ütnek rajta az ültetvényen. 3 órát kell gyalogolniuk lopakodva a nehéz terepen. A termesztők pénzszerzés céljából ültetnek marihuánát, és bizony igen szépen lehet keresni vele. 20 éve az Amerikában használt fű többségét mindenre elszánt csempészek juttatták az országba. Olyanok, mint Todd Steele. Bárkiről kiderülhet, hogy füvet szív. Orvosokról, ügyvédekről,
ingatlan kereskedőkről, hippikről, sőt, azokról a konzervatív emberekről is, akik minden vasárnap templomba járnak. Steele nagyban csempészte a füvet. Még gimiben kezdtem 5-10 kilóval. Aztán rájöttem, hogy vehetek belőle 50 kilót is. Aztán 500-at, aztán 1 tonnát, végül 20 tonnát. Ügyes vitorlázóként hajóval kezdte becsempészni a füvet Kolumbiából. Szépen arra szóltam felfelé a ranglétrán, egyre jobb összekötőkkel, és 17 éves koromra 20 tonnájával hoztam be a füvet Kolumbiából. Ez a Todd Steele féle módszer. A külföldről történő csempészés azonban egyre nehezebb. Mivel szigorúbban őrzik a határokat, a tengeri csempészeket felváltották a szomszédunkban élő termesztők. Jó 3 hónapja figyeljük az illetőt, nincs munkája, nem jár sehová. Egy fekete F-450-ese van és egy fehér hamere. Egyértelműen beazonosítottuk, hogy füvet termeszt. Itt Floridában az amerikai kábítószer ellenes ügynökség, a DEA, az elmúlt 9 hónapban több mint 750 házban végzett rajtaütést. Üvegházzá alakított külvárosi házakban, fedett melegházakban, úgynevezett neveldékben. Rekordévet zártak. Az elmúlt 3-4-5 évben egyre többször találkoztunk melegházi marihuána ültetvényekkel, méghozzá országszerte. Florida államban ráadásul annyira megnőtt az ilyen neveldék száma, hogy mi lettünk a legnagyobb melegházi marihuána termesztők az egész országban. Egy ajtó mögött 44 növényt találnak, a közepes ültetvény értéke mintegy 150 ezer dollár. Sok ilyen kert marad észrevétlen. Mi több, most már a természetet is kijátsszák. A földrajzi helyzet és az időjárás többé nem akadály. Ilyen fokú szabályozottság pedig közel tökéletes termést eredményez. A tökéletesség pedig erősebb árut jelent. A marihuána pszichoaktív tudatmódosító hatóanyaga a tetrahidrokannabinol, a THC, amiből a mai fű igen sokat tartalmaz. Ez már nem a 60-as évek marihuánája. A manapság lefoglalt áru THC tartalma gyakran 20% körül mozog. 20%, míg a 60-as, 70-es években mindössze 3-4% THC tartalomról beszéltünk. Ma gyakori a 20%, vagyis nagyon erős az anyag. Minden a pénzről szól. Melegházi termesztés esetén évente 2-3 szüret is lehetséges. Ha a növényenként átlagosan 45 dekagrammal számolunk Miami utcáin, ennyi 3500-4000 dollárt ér. Ha pedig elviszük New Yorkba, ott 7000-et is megadnak érte. ...2005-ben az államok belügyminisztériumának becslése szerint közel 10 millió kilónyi marihuánát állítottak elő szabadban és üvegházban. Egyes felmérések szerint a fű lassan kiszorítja a kukoricát, mint Amerika első számú haszonnövényét. Így hát bármennyire is szeretné a kábítószer ellenes ügynökség, hogy eltűnjenek ezek az ültetvények, nem fognak. A növénynek a világon mindenhol megvannak a harcosai. Olyanok, akik ebből élnek, vagy aktivisták, akik szerint a marihuána elleni törvények rosszak. Ő itt Mark Emery, a fű hercege. Háborúban állunk a DEA-jel, háborúban állunk az amerikai igazságügyi minisztériummal. Ez a világ legnagyobb marihuána felvonulása. 250 városból mintegy 20 ezer ember jelent meg ma itt. Emery a fű legalizálásának nemzetközileg ismert élharcosa. Rengeteg fűre van szükségünk. Emberek milliói kellenek, akik termesztik. El kell érnünk, hogy az állam hiába öljön hatalmas pénzeket a fű felkutatására. Ne számítson, mennyit költenek rá. Maradjon nekünk bőven. Emery beleegyezett, hogy elvisz bennünket egy helyre, ahol még soha nem járt televíziós stáb. A legnagyobb melegházi marihuána ültetvényre, melyet valaha látott. Sam Mellacci marihuánát termeszt. Hogy mint fiúk? 2001-ben Kanada lett az első ország, ahol törvényt vezettek be a marihuána orvosi célú felhasználására. Ez azt jelenti, hogy bizonyos emberek törvényesen termeszthetnek és használhatnak cannabiszt.
Mellacsinak engedélye van, hogy saját maga és két másik ember számára marihuánát termesszen. Melegházát elnézve kiderül, hogy egy ipari méretű marihuána ültetvényt is fenntartana, ha törvényes lenne. Melacsi a legmodernebb hidropónia rendszer felhasználásával 300 növényt termeszt, és szinte egyszemélyes környezeti rendszerként működik. Soha életemben nem termesztettem marihuánát, egészen 6 évvel ezelőttig. Melacsi neveldéje kiválóan példázza, hogyan fejlesztették tökélyre a fűtermesztők a művelést és a keresztezést, hogy kifogástalan növényt állítsanak elő. Szeretem, ha minél magasabb a THC-tartalom. Melacsi termeszti a napjainkban elérhető legerősebb füvet. A levelek és a szárak a komposztálóba kerülnek. Ezek a bimbózó virágok jelentik az igazi értéket, mivel közel 18%-ban pszichoaktív THC-t tartalmaznak. Ez bizony rengeteg fű 3 embernek, Melacsi azonban ragaszkodik a kijelentéséhez, hogy gyógyszert állít elő, nem pedig füvet, amitől csak jól beszív. A célom megmutatni az embereknek, hogy másképp is lehet fájdalmat csillapítani. Nem gyógyítani, fájdalmat csillapítani. Melacsit egy súlyos autó baleset óta krónikus fájdalmak gyötrik. A sok receptre kapható fájdalomcsillapító tönkretette a máját. Ekkor jelentkezett a Health Canada marihuána programjába, melynek keretében saját gyógyszert állít elő, nevezetesen THC-val dúsított vajat. Azt tervezem, hogy vajat állítok elő, marihuánás vajat, amit aztán mindenféle ételhez fel lehet használni. A farmon gőzölés és savanyítás után ezt kapjuk. Nem levél, nem por, csak régi jó vaj. A vaj felhasználásával pedig különféle süteményeket sütünk. Van teasütemény, magvas piskóták. Ugyanúgy használható, mint bármelyik organikus vaj, csak a hozzáadott THC függvényében a marihuána enyhe földi ízét kölcsönzi a végterméknek. Ez most már gyógyszernek számít. Nincsenek fájdalmaim, de ha vannak, csak megeszek egy sütit. Hasonlítsák össze. Melyiket választanák inkább az emberek, hogy csillapítsák a fájdalmukat? A pirulát, vagy egy sütit? Különleges anyag, fantasztikus illata van. Ez. Nagyon átható. Ez mind. Csodálatos. Melacsi növényei minden szempontból tökéletesek. A tökéletes növény pedig a tökéletes magnál kezdődik. Ha rákeresnek az interneten, meg annyi katalógust találnak, amelyek százával kínálják a cannabis fajtákat. BC Bimbo, rémizom, fehér orszarvú, csodanő, édes négyes, afgán. Ez csupán néhány ma létező cannabis fajtákból, melyek keresztezés eredményeként a test vagy a szellem mámorát okozzák. Különleges termesztési körülményekhez alkalmazkodnak, és magas a THC tartalmuk. Az ínyenc termesztők ugyanúgy keresik különleges növényeiket, mint a szőlős gazdák a szőlőfajtákat. Világszerte ez a jellemző. Rendőrség! Nyissa ki az ajtót! A legerősebb fűfajtánk némelyikét Angliában termesztik. Rendőrség! Kinyitni! Az elmúlt 7 hónap során a manchesteri rendőrség heti 4 alkalommal tart razziát a helyi neveldékben. Irodaházat alakítottak át lakóépületté. Oldalt van egy garázs, ahol tudomásunk szerint cannabis termesztenek. Ha nem kapunk választ, erőszakkal hatolunk be. Van valakinek kérdése? 2004-ben Nagy-Britanniában enyhítették a marihuána birtoklásáért kiszabható büntetés mértékét, így a bűnözőbandák is rákapcsoltak a terjesztéssel. Rendőrség! Itt most a legnépszerűbb fűfajta az úgynevezett skunk.
Az elmúlt években a hagyományos útvonalakon Afganisztánból, Pakisztánból és Marokkóból érkezett a cannabis. Ma azonban egyre tisztább képet kapunk az otthoni termesztésről, méghozzá a jóval erősebb skunkéről, amely akár 30-50%-kal is erősebb lehet. A skunk olyan erős, hogy egyes fogyasztóknál skizofrénia-szerű tüneteket idézett elő. Nem vagyok tudós és nem vagyok jártas a tudományokban, de bármely szaklapban elolvashatjuk, hogy egyre többen fedeznek fel kapcsolatot a cannabis hosszú távú túlzott használata és a különböző elmebetegségek között, amelyekből csak egy a skizofrénia. Sok mindent elárul magáról a növényről, hogy mennyi mindenre képesek az emberek azért, hogy termeszthessék és terjeszthessék. Nagyon sokan vágynak rá. De vajon miért? A cannabiszt először 5000 éve Kínában használták bódító hatása miatt. A letüdőzött füst a hajszál ereken keresztül a véráramba jut. A vér gyorsan eljut az agyba, ahol a THC receptorokhoz kötődik. Az első bódulatot már 10 másodperc után érezni lehet. Ám mindenki másként tapasztalja meg. A fogyasztó általában úgy érzi, lelassult az idő és kitágult a tér. Felélénkül a szexuális étvágy, az elme és az érzékek. Nő az eufória. Ugyanakkor nyugtalanság, paranoia, szívritmus zavar és általános szorongás is jelentkezhet. A hosszú távú használatot összefüggésbe hozták az emlékezet kieséssel, légzési problémákkal, depresszióval, illetve az iskolai munkahelyi teljesítmény csökkenésével. A kereslet és a haszon azonban változatlanul nagy. Mindenki felfogta, hogyha mind megbízható, jó emberek vagyunk, és őszintén üzletelünk, mindenki sokat kereshet, és ennek a legjobb módja, ha csendben, titokban intézzük az ügyleteket, majd osztozunk a javakon. Törvényen kívüliként igazságtalannak látom a törvényeket, amelyeket megszegtek, hiszen Amerikában naponta legálisan árulnak drogot alkohol formájában. Minden egyes sör, minden üveg vodka, minden palack elegáns bor eladása és megvétele során droggal kereskednek az amerikaiak. Steele 26 évesen sajnálkozás nélkül felhagyott a csempészéssel. 7 évvel később még egy utolsó útján tartóztatták le, 12 hónapra ítélték. Szerencséje volt. Volt idő, amikor a marihuána termesztésért nem járt börtön. A gyarmati Virginiában sok háztartásban termesztettek cannabiszt, kötél, textil és papírgyártás céljából. Ők kendernek nevezték. Ma Virginiában már 2 tőért 5-től 30 évig terjedő szabadságvesztés a büntetés. Amerikában az első marihuána elleni törvény 1914-ben Texasban emelkedett jogerőre. A polgárháború elől menekülő mexikói bevándorlók özönlöttek át tömegesen a határon, magukkal hozva lokó, vagyis bolond magjaikat. A konzervatívok fellázadtak, 1937-re a cannabis Amerika szerte illegális lett. A fű elvonult a föld alá. Az 1970-es években a hippi korszakot meglovagló Jimmy Carter elnök támogatta az országos legalizálást. Ronald Reagan elnök azonban a konzervatívok felkiáltásával értett egyet, mely szerint a marihuána talán a legveszélyesebb drog a világon. Ma több letartóztatás történik, és több kábítószert foglalnak le, mint eddig bármikor. Amerika első drogharcosa példátlan lendülettel és a Fehérház korlátlan anyagi támogatásával szállt háborúba a marihuána kereskedelem ellen. Az amerikai kábítószer ellenes ügynökség ma a heroin mellett első osztályú drogként tartja számon a marihuánát, vagyis az azzal kapcsolatos bűnökért a legmagasabb büntetés szabható ki. Az amerikai hatóságok évente dollármilliárdokat költenek az ellene vívott háborúra. Tavaly több mint 800 ezer amerikai tartóztattak le miatta. Közel 90%-ukat egyszerű birtoklásért.
Az ilyen letartóztatások a kötelezően letöltendő minimális büntetés, valamint a három dobásod van típusú törvényeknek köszönhetően még nagyobb terhet ró az egyébként is túlzsúfolt börtönökre. Van azonban egy igen vitatott kiskapu, amely az államot az amerikai szövetségi kormány fölé helyezi. Ez a marihuána orvosi célú felhasználásáról szóló törvény. 1996-ban Kalifornia volt az első állam, ahol ez a törvény jogerőre emelkedett. Az volt a cél, hogy enyhítsék a végső stádiumú halálos betegek szenvedését, akik az AIDS vagy a rák előre haladott állapotában vannak, mint például Robin Few. Az orvos csak rám pillantott, és azt mondta, önnek limfómája van. Néhány óra múlva már kórházban feküdtem, és napokon belül elkezdődött a kemoterápia. Nagyon megrázott a dolog, tudja, soha még csak meg sem fordult a fejemben, hogy rákos lehetek. Az ember az ilyesmit nem tervezi. A kemoterápiás kezelés egy mozgalmas, életerős életet lassított le. Üdvözlöm. Üdv, Dr. Abrams. Hogy vagyunk ma? Örülök, Robin onkológusa, Don Abrams az elmúlt 28 év során saját szemével látta, hogyan segít a marihuána a betegein. Mély levegő. A cannabis az egyetlen gyógyszer, amely enyhíti az émeigést, a hányást és serkenti az étvágyat. Ezen kívül az emberek jobban is alszanak tőle, ráadásul egy kis eufória igazán nem jön rosszul egy rossz indulatú daganatos betegnek. Abrams javaslatára fiú párologtatót használ, amely felhevíti a füvet és gőzt fejleszt, amely lágyabb, mint a füst. A legjobb még most jön. Látják ott a gáz? Eltart egy ideig, szép, kényelmesen elszívogatom a zacskó tartalmát. Soha nem émelygek, és folyton éhes vagyok. Úgy érzem, minél több kanabisz szívok, annál kevesebb más gyógyszert kell szednem, szóval sokat segített. Azt mondják, jobban nézek ki, mint 2 éve, ami elég ijesztő, hiszen rákban haldoklom. Sámánok, orvosok és gyógyszerészek évezredek óta hangoztatják, hogy a marihuánának gyógyító hatása is van. Az enyhülés, amit a betegek éreznek, azonban többnyire mendemondákon alapul. A marihuána első osztályú kábítószernek minősül, ami azt jelenti, hogy a szövetségi kormány az orvosi célú használatát sem fogadja el. Az államok kormánya az Amerikában folyó marihuána kutatásokat is szigorúan ellenőrzi. A kutatóknak, akik tanulmányozni akarják a cannabiszt, a Mississippi Egyetemről ebből a létesítményből kell beszerezniük az anyagot. Egyesek szerint az ellátmány rendkívül korlátozott, és a minősége is megkérdőjelezhető. Egyes tudósok pedig azt állítják, hogy amennyiben kutatásuk potenciális pozitív gyógyászati felhasználást mutat, kérésüket visszautasítják. A kormány persze tagadja ezt a vádat. Más országokban a tudósok jóval egyszerűbben juthatnak cannabishoz. Izrael élen jár a marihuána orvosi célú felhasználásának kutatásában. Rafael Mekhulam jeruzsálemi laborja asztala mellől csaknem 2 nemzedékre visszamenően atyáskodott a kollégái gyógyászati kutatása fölött. 1964-ben fedezte fel először a THC-t. A cannabiszt már sokan vizsgálták, de még senki sem vonta ki tiszta formában egyetlen hatóanyagát sem, ezért úgy gondoltam, épp ideje, hogy ezt valaki megtegye. A Héber Egyetemen 40 éve vizsgálják a kutatók a THC és egyéb cannabisz hatóanyag emberekre és laboratóriumi állatokra gyakorolt hatását. Mekhulam olaj alapú oldatot készít a THC-ből.
Ebben a formában a dózisokat pontosan lehet adagolni. Az itteni kutatók bíztató eredményeket értek el az agysérülés, a cukorbetegség, a rák fajtái és a csontritkulás kezelésében. A 20 éves Eyal Prizler másfél éve csontvelő átültetésen esett át. Azóta teste krónikusan kilöki az idegen anyagot. Ez az úgynevezett graft versus host disease, a GVHD, vagyis tumorlízis szindróma. Két hónapja kezelnek THC infúzióval, tehát csak most kezdtem. De már látok változást. Akár az emésztőrendszeremet nézzük, mivel elmúlt a hasmenésem, akár a bőrömet, amely nagyon kemény volt, de lassan visszanyeri eredeti állapotát. Az étvágyam is visszatért, olyannyira, hogy az elmúlt két hónapban 4 kilót híztam. Persze jóval többet kell még felszednem, hogy visszanyerjem az eredeti súlyomat. Eyal minden egyes dózisát úgy adagolják, mint bármelyik receptre kapható orvosságot. Az Amerikában gyógyszerként fogyasztott marihuánát azonban többnyire nem. Az államokban a marihuána orvosi célú felhasználása betegségek elleni használatot jelent. Az a véleményem, hogy magát a kifejezést is pontosítani kell, mert nem egyértelmű. Ha aszpirint szedünk, 500 mg-ot veszünk be. Nincs olyan, hogy nem tudjuk, hogy 20 mg-ot vagy 2 g-ot veszünk be belőle. Jó magam, semmilyen különbséget nem látok a marihuánával történő kezelésben sem. Márpedig, ha a marihuána 2-20% között bármennyi THC-t tartalmazhat, nem hinném, hogy ez a kezelés megfelelő módja. Az államokban a marihuána orvosi célú felhasználásának törvényei nem egyértelműek. A támogatók szerint ma Kaliforniában több mint 200 ezeren használnak marihuánát orvosi javaslatra, és közel 300 elosztóhely működik. A szövetségi kormány szerint ez túlzott engedékenységet sugall, és kis hiány a legalizálással egyenrangú. Hogy van ma? Nagyon jól, és maga? Köszönöm, jól. Szeretnék valamit, amitől jobban alszom. Értem, akkor az indikát javaslom, 3-as adagolásban. És hogyan ajánlja? Inkább Bimbo, kevés szár, az ott például nagyon szép. Rendben. Kaliforniában 150 dollár és egy gyors vizsgálat ellenében bármelyik orvos előterjesztheti betegét marihuána használatra. Megvagyunk. Rendben, köszönöm. Szép napot. Az orvosi célú felhasználást szabályozó törvények államonként, sőt, városonként változnak. Talán a kaliforniai öböl térségében fekvő Oakland a legelnézőbb. Itt a városháza szomszédságában található az a 9 háztömbnyi terület, amelyet újabban Oaksterdam néven emlegetnek. Richard Leet szeretett teljesen mindenki csak Oaksterdam polgármesterének hívja. Egy gerinctörés miatt 18 éve tolószékhez van kötve. Lelkesen gyakorolja és hirdeti a marihuána gyógyászati célú felhasználását, ám nem csak a testorvosságát látja benne. Múlt héten volt az első röplabda meccsük. Ő a legjobb támadónk, ugye? Láttuk, hogy Oaklandnek ebbe a részébe új életet kell lehelni. Nagyon lepusztult volt. Üres kirakatok egymás mellett. Mi viszont úgy láttuk, hogy a kanabiszipar, a kanabiszüzlet jól működne, és gazdasági fellendülést hozna a kerületnek. Lee szerint Oaksterdamban 2003-ban több mint 24 millió dollár értékben adtak el marihuánát gyógyászati célú felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy a város több mint 3 millió dollárnyi forgalmi adóval gazdagodott. Az amerikai szövetségi törvények értelmében azonban a marihuána termesztése, eladása és használata egyaránt törvénytelen, és a szövetségi, a helyi és az állami törvény fölött áll, így a széles népszerűség ellenére továbbra is fennáll a konfliktus. Nem a DEA hozza a törvényeket. Nem mérjük a törvényt. Mi csak betartatjuk. Javier Peña 24 éve harcol a drogok ellen. Ő vezeti a DEA San Franciscói területi részlegét. A marihuána bármely formában, eladva, termesztve, nemesítve, bárhogy, egész egyszerűen illegális a szövetségi törvények értelmében. Jó néhány klubot bezárattak, ami visszavetett bennünket, de tartjuk magunkat, és végül úgyis mi győzünk.
Nem a végstádumú betegek után nyomozunk, akik betegek, haldokolnak. Nem őket akarjuk lefülelni. És nem is azt a fickót, aki az utcasarkon füvezik. Mi a szervezeteket akarjuk elkapni, amelyek az illegális kábítószer ellátásáról gondoskodnak. Ez pedig az elosztóhelyeket is érinti. Lee megalapította az Oxfordi Egyetemet, hogy segítsen az embereknek elkerülni a bajt. Az első órákon politikai és jogi ismereteket tanulunk. Várjunk csak! Maga zsaru? Még ilyet! Fel a kezekkel! Öregem! Ez visszatartásnak minősül. Ügyvédek magyarázzák el, mit tartalmaznak a törvények és mit nem. Hogy van, hölgyem? Jó napot! Be van tépve? Az orvosi előjegyzés teljesen törvényes. Semmit nem tehetünk ellene, mi sem és ti sem. Ezután jön a főzőtanfolyam. Hasisos süti, bimbo ápolás. Ott az elágazás fölött vágd el 45 fokos szögben. Azt is megtanítjuk, hogyan lehet elosztóhelyet létesíteni és működtetni. A szövetségiek szemében talán Lee minden ténykedése törvénytelen. Oakland egyes megválasztott vezetői és polgárai mégis úgy látják, hogy Oxfordi működik. Hogy vagy, haver? Mi a helyzet? Fizetünk munkáltatói adót és egészségbiztosítást az alkalmazottak után, minden üzleti tevékenységünk után. Nagyon jó viszonyban vagyunk a többi kereskedővel. Tudják, hogy sok üzletet mi hozunk be. Nagy forgalmat idézünk elő. Mit adhatok ma? Az első lapon sok has is van. A másodikon a közép és alacsonyabb kategóriás egycsillagosok, és a 11 dolláros kis csomagunk. A vége felé vannak jobb minőségűek is, ezekből 44 dollár egy adag. A champagne a mai legjobb adagunk. Adhatok mást is? Ennyi lesz. Köszönöm, jó éjszakát! Sokkal jobb, amióta megengedték, hogy legyen marihuána kártyánk, amellyel biztonságos forrásból származó marihuánát vásárolhatunk. Így nem kell az utcán vennünk, ahol ki tudja milyen, ráadásul veszélyes is. Rettegünk azoktól, akiktől az anyagot vesszük, mert nem ismerjük őket alaposan, és az is megeshet, hogy üzletelés közben lefülelnek a rendőrök. Így viszont sokkal kényelmesebb és civilizáltabb az egész. Mindig fennáll a veszély, hogy nyomozást indít ellenünk a szövetségi kormány. Ki következik? Számomra mégis megéri, mert így remélhetőleg segítek az oaklandi betegeken, amennyire csak lehet. És ez megéri a kockázatot. 1996 óta 11 másik amerikai államban fogadtak el a használatra vonatkozó, hasonlóan megengedő törvényeket, és ez a tendencia megváltoztatta az amerikai marihuána üzletet. A fűtermesztés szíve Kalifornia északi részén a Humboldt, Mendocino és Trinity megye által alkotott smaragd háromszögben van. Kaliforniában több füvet termesztenek, mint bármely más amerikai államban, méghozzá híresen jó minőségben. A bevételek pedig jóval magasabbak, mint amennyi a kaliforniai borászati iparból befolyik. Itt telepedtek le a törvény elől kitérő, Amerikát fűvel ellátó hippi termesztők évtizedekkel ezelőtt. Egy marihuána termesztő meghívott bennünket az ültetvényére, ami ritka alkalom. Az itteni termesztők titkolóznak és gyanakodva figyelik az idegeneket. Túl sok forog kockán. Egy szövetségi ügynök lefoglalhatja a termést, kalózok lophatják meg őket, szabadságvesztés, profitvesztés. Megígértük a gazdának, hogy titokban tartjuk a kilétét. 1979 óta termesztem a füvet. Vagyis úgy 30 éve. Nagyszerű, igazi gazda lettem. Persze ez itt nem szokványos értelemben vett farm. Nincsenek sorba ültetett növények, nincsenek végtelen táblák vagy mezőgazdasági gépek. Csak cserepes növények, amelyek az őshonos fenyők lombja közt átszűrődő napfényre áhítoznak. A termesztő azonban ugyanolyan aprólékos odaadással gondozza növényeit, mint egy hétköznapi gazda. Februárban vetem el a magokat, ekkor kezdődik a folyamat. A forró nyár... Várom a napsütést, remélem, hogy napos idő lesz. Aztán jönnek a lépések. A betakarítás, a szárítás, a csomagolás, és végül remélhetőleg a legjövedelmezőbb mozzanat. Nagyon jó így pénzt keresni. Az elmúlt 10 évben jócskán megemelkedett az Amerikában termesztett marihuána értéke.
egyesek szerint a gyógyászati célú felhasználás miatt. Egy felmérés szerint Kaliforniában 2006-ban 22 millió kanabisz tövet termesztettek, ami a 15 évvel ezelőttihez képest 10-szeres növekedést jelent. Ezeknek még ma a vevőt kell találnom. Nagy a feszültség. Ősz eleje van, kezdődhet a betakarítás. Látod a barnákat? Egy hét múlva már a piacon lehetnek. Lekívánkozik. Meg lehet állapítani, hogy megérett. A kristályokon látszik. Nem tudom, látszik-e a kamerán keresztül. A közelgő eső miatt szorult helyzetben vagyunk. Egyes cannabis ültetvények ma már több generációsak. Felnőve a gyerekek is beszállnak a családi vállalkozásba. Sosem hittem volna, hogy ide jutok. És mindig egyre csak jobb lesz. A családi vállalkozás pedig egy napon a marihuána törvények változásával talán törvényes lesz, ma azonban még illegális. A kereslet-kínálat egyszerű szabályai tartják mozgásban az üzletet, és a keresletet minden létező eszközzel igyekeznek kielégíteni, legyen az akár állami területen történő cannabis termesztés. Kalifornia magasan felülmúlja az ország többi részét együttvéve. Amit találunk, annak nagyjából 75%-a Kaliforniából származik. Itt a Sequoia állami erdőségben javában zajlik a néhány napja felfedezett illegális ültetvény razziája. Az egyik csapat a helikopterből leereszkedve találkozik a másikkal, amely gyalogosan érkezik. 2007-ben csaknem 2 millió növényt foglaltak le állami területen, több mint 250 ezret a Sequoia-ban. A terep göröngyös és meredek, nehezen halad a csapat, és nem tudhatják, mi fogadja majd őket. Az ültetvény nagyságától függően ketten, négyen lehetnek. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezekkel a fickókkal. Általában fegyverük van, és veszélyesek. Mintegy 100 méter után a csapat egy tisztáshoz ér. Friss ültetvény, ami jó jel. Szerintem egy, legfeljebb 2 hetes lehet. Ha nem most, hanem 3 hónap múlva jöttünk volna, a növények már legalább 120-150 centi magasak lettek volna, rá egy hónapra pedig elérték volna 180 centit, és kivirágoztak volna. Azzal annyi lett volna a területnek. A 6 ültetvényen közel 4700 növény cseperedik. Ha megértek volna, ezek a hajtások több mint 2 tonna marihuánát termettek volna. A kertészek elmenekültek, de a kár már megvan. Kiirtott erdő, öntöző csövek, teraszos művelés, illegális műtrágyák, és kész a természeti tragédia. Számunkra ez nem a drogról szól, hanem arról a hihetetlen mértékű természeti pusztításról, amit ezek véghez visznek. Ha egy átlagpolgár látná, amivel nap mint nap szembesülünk, ugyanúgy fel lenne háborodva, mint mi. Az erdészeti szolgálat minden tőle telhetőt megtesz, de anyagi források hiány a területek többségét nem tudják helyreállítani. Ezek az emberek 2, talán 3 dologtól tartanak, legkevésbé a rendőrség miatt aggódnak. Annál jobban tartanak a kalózoktól, vagy ahogy mi hívjuk őket, hasis haramiáktól, akik ellopják a termést, és különféle állatoktól, amelyek lelegelik. Egyszerű a szabály. 5 kertet ültetnek, 2 lefoglal a hatóság, 1 megesznek az állatok, de 2 fennmarad, és több milliós hasznot hoz nekik. Ma is titok, hogy ki irányítja ezeket a műveleteket. Logikus következtetés, hogy mivel a termesztők többsége Mexikóból érkezett, nyilván a pénz is oda vándorol vissza. Bizonyos nyomok valóban oda vezetnek, de mindent összevetve azt kell mondanom, nem tudjuk. Az amerikai erdészeti szolgálat becslései szerint egyedül Kaliforniában legalább 3000 külföldi fegyveres termeszt marihuánát. Találtunk fegyvereket? Itt az állampolgárok is veszélyben vannak. A túrázókat figyelmeztetik, hogy vigyázzanak az idegenekkel, akik fegyveresek és veszélyesek is lehetnek.
Rendkívül alaposan szervezett bűnügyi tevékenységgel állunk szemben. A teljes nyugati partvidéken megvetette a lábát a szervezett bűnözés az állami erdőterületeinken. Ezeknek az embereknek szinte mindegyike fegyvert visel, roppant veszélyesek. Tavaly Kalifornia államban 5 ilyen halálesetünk volt, úgy, hogy a lakosság rendkívül nagy veszélyben van. A Szekvójában működő termesztők szemtelenek. A smaragd háromszög gazdái úgy érzik, hogy ezek az ültetvények túlságosan felhívják a szövetségiek figyelmét, ami veszélybe sodorja működésüket. De mindketten hasznot húznak, mindketten kockáztatnak, és úgy tűnik, ennek sohasem lesz vége. Az amerikai törvények az alkalmi és a rendszeres fűszívót is óvatosságra kényszerítik. A körülményektől és a tettenérés helyétől függően a marihuána fogyasztó a szóbeli figyelmeztetéstől a súlyos börtönbüntetésig bármit kaphat. A fű Kanadában is illegális, de a törvényeket nem tartják be annyira szigorúan. Itt a brit-kolumbiai Vancouverben Mark Emery azon van, hogy megalkossa a füvesek utópiáját, egy helyet, amely a füves életmód fellegvára. És szeretné, ha ez világszerte elterjedne. Alaposan kibővült itt a kínálat. Az ENSZ szerint a világ iparosodott részén Kanadában él a legtöbb füves, és Vancouver a központjuk. Kóser só, csak néhány csipet. Aztán 3 cent izopropil alkohol, és 3 cent só 5 másodperc alatt az összes gyantát és lerakódást leszedi a vízipipáról. Emery ebben a 4-szintes áruházban székel, a csoda országban, ahol egy füves mindent megtalál, amire csak szüksége lehet, a füvet leszámítva. Köszönöm, uram! Ebben az áruházban minden a cannabisról szól, minden egyes sapka, póló és tárca. Igyekszünk beszerezni minden marihuánáról szóló könyvet, amit kapható. Sok embert ismerünk, akiknek 15-20 vízipipája van, mert gyűjtik a műtárgyakat, és ez mind kézzel készített. Olyan ez, mint Mekka. Akik megfordulnak itt, remélem ellopják az ötleteinket. A felső szinten a koktélbár cannabis változatában 5 kanadai dollár ellenében a vendégek elszívhatják saját hozott anyagjukat. Külön erre az alkalomra tisztítottam ki a pipámat, és ütős anyagot tettem bele. Úgyhogy hadd szóljon. Mindjárt. Ha olyan ember lennék, aki még sosem próbálta a marihuánát, hogyan írnád le nekem a betépés hatását? Nyugalom. Kényelem. Ha józan vagy és boldogtalan, csak nézz rá egy füvesre. Úgy érzem, jó példát mutatunk. Megmondom, miért jó a fű. Mert folyamatosan változik, miként érzékeled a fejedben. Úgyhogy ha valaki józanul betoppan ide, azt mondja, hé, mi folyik itt? Mi ez? Vasárnap van? Nincs is ennél jobb környezet. Mindenkit szívesen látunk, és az emberek szeretnek ide jönni. Ott volt a hippi kávézó, de aztán jöttek a zsaruk, és annak már vége. Bezárt, padlóra került. Valahol itt volt a pipám, pedig jó a memóriám. Odalent, Emery Cannabis birodalmában üzemel a fű tévé. A honlap, amelyet marihuána termesztőknek, használóknak és aktivistáknak szenteltek. Zászlós hajója a Cannabis Kultúra című magazin havi példányszáma eléri a 40 ezret. Az elegáns lap azt hirdeti, ami Emery szívéhez közel áll, gyönyörű bimbókat és gyönyörű nőket. Többségünk számára nem így fest egy átlagos munkanap. Még 12 óráig itt leszek, és 10-kor kezdtem. Reggel 9:30-kor találkozom volt az óvadék felügyelőmmel, úgyhogy hosszú nap lesz, de minden nap hosszú lesz, amíg el nem juttatom ezt a magazint a nyomtatóhoz. Azt akarom, hogy az ilyen emberek, a látogatók azzal a gondolattal távozzanak, hogy hé, otthon is össze kéne hozni egy ilyen helyet, hogy utánozzanak engem. Itt vagyunk, betéptünk, szokjatok hozzá! Emery interneten történő marihuána magárusításból fedezi a világméretű aktivista mozgalmát, és állítólag milliókat keres. Azt állítja, minden penny után fizet adót.
Millió számra adtam el magokat, és jó okom van arra, hogy magot áruljak. Le akarom győzni az amerikai kormányt a drogok elleni háborúban. Valóban sok pénzt hajtottunk fel, de utána el is adományoztuk az egészet. Több mint $1 millió adtunk az Egyesült Államokban, Kanadában és a világ más országaiban élő embereknek, hogy tömegmozgalmat indítsunk a marihuána legalizálására. Sok országban eltűrik a marihuána alkalmankénti használatát. A legismertebb hely Hollandia, ahol 1976-ban feloldották a kis mennyiségű fű birtoklására és eladására vonatkozó tilalmat. Spanyolország, Olaszország, Portugália és Belgium szintén engedékenyebb álláspontot képvisel. 2009. januárjában azonban Nagy-Britannia további szigorításokat tervez a marihuánával kapcsolatos törvényeiben. Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében pedig nincs különbség a mag és a fű árusítása között. Emery épp ezért Amerika legjobban körözött bűnözői közt szerepel. A kormány a kiadatását követeli, de Kanada ennek nem tesz eleget. Ha mégis kiadják az államoknak, Emery hosszú évekre rács mögé kerülhet. Kiváló! Hízelgő, hogy ennyit gondol rám az államok igazságügyi minisztériuma, és még addig is elmennek, hogy gonosztevőnek nevezzenek. Visszatértem! A marihuána megítélése a világban továbbra is vitatott. Nem vagyok büszke arra, hogy megszegtem a törvényt a hazámban, de az anyag, amivel üzleteltem, olyan, mint az alkohol, és örülnék, ha úgy élhetnék, hogy nem kell szégyelnem a foglalkozásomat. Amíg szervezetten kereskednek a drogokkal, legyen az marihuána, kokain, heroin vagy meth, mi a nyomukban leszünk. Az élet a világ minden részén bonyolult. A legtöbbünkön időről időre eluralkodik a nyugtalanság vagy a depresszió. Ezen változtatnunk kell, és sok esetben a cannabis segítségével változtatunk a helyzeten. Ezért használják az emberek. Ez minden. Egy biztos. A mai cannabis már aligha emlékeztet a növényre, amelyet őseink használtak. A cannabis esetében tehát mégis sikerült a közmondásban szereplő trágyából várat építeni. Mindezek tudatában önök megtartanák a magokat? A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.